Elkigondozói esetekről beszélgettünk, és most folytatjuk az előző adásban elkezdett esetnek az átbeszélését. Ez egy több részes sorozat lesz, úgyhogy ha nem hallottad még az esetet, akkor javasoljuk, hogy kezd az előző epizódnál. Itt ugye egy három gyermekes családról beszéltünk, egy édesanyáról, aki várja a negyedik gyermekét, és tehát egy abortusszal kapcsolatos kérdéssel, vagy helyzettel keresi meg a lelkészt, mint lelki gondozót. És érdekes volt az előző adás elején, ahogyan kialakult itt egy beszélgetés, hogy mivel kezdjünk? A lelkészszel kezdjünk, amiről egyébként is szerettünk volna beszélni, hiszen ahogyan majd a mostani adásban látjuk, nagyon érzékenyen, szokottnál erősebben felkavarta ez az eset őt, vagy a családdal kezdjünk, az édesanyával kezdjünk, és nagyon érdekes volt külső szemmel megfigyelni a közöttetek lévő beszélgetést, ami akár egy szerkesztői hibának is tudható lett volna, hogy miért nem döntöttük el ezt hamarabb. Azért volt érdekes számomra, mert hogy hát ugyanez a dinamika megjelenhet-e a, abban a konkrét helyzetben is, nem? Ide jön hozzám egy édesanyja, hoz egy olyan kérdést, ami bebevág, és akkor én most magammal foglalkozzak, az én kérdéseimben gondolkozzak, hogy ez most engem hogyan érint, vagy most segítsek. Honnan vehetjük észre azt, hogy egyáltalán ebbe a helyzetbe kerültünk, hogy te jó ég, minket most úgy bevágott valami lelki gondozóként, mert hogy az első, az első adásnál ez volt az egyik központi kérdésünk, hogy alkalmasak vagyunk-e arra, hogy most segítsünk. Mi magunk készen állunk erre. Mit gondoltok erről? Ti hogy éltétek meg azt? Nem tudom, hogy erre a kérdésedre fogok-e vele válaszolni, de az, hogy én hogy éltem meg. Azt tűnt fel, hogy Gábor automatikusan a segítséget kérő, illetve a, a hölgy oldaláról kezdted el a kérdést elemezgetni, vizsgálni. Én pedig egyszerűen nem voltam képes erre az oldalra, ebbe a pozícióba helyezni magam, hanem nekem teljesen evidensnek tűnt, hogy én, a, én automatikusan a lelkész felől, vagy a lelki gondozó felől, hogy az előbb egy lelkészről volt szó, tehát a lelkész oldaláról, aki hallja ezt a történetet, és az hogyan csapódik le. Nem tudom, hogy nagyon, mennyire a valóságtól elrugaszkodott az a Fantáziám ezzel kapcsolatban, hogy a való életben nekem nincs gyermekem. Én nem, nem úgy élem meg ezt a kérdést, mint mondjuk Gábor, akinek vannak gyermekei. Nekem van egy ilyen nagyon halvány gyanú egynek. Nem kell, hogy ez, ez eldöntse a kérdést, csak ö, próbálok annak utána járni, hogy miért volt az, hogy ennyire... De, de még az hagyján szerintem, hogy én az egyik oldalról Gábor a másik oldalról közelítette meg, hanem minthogyha nem is... Valahogy ez nem stimmelt, tehát okay. nem egyezett. Okay. Nem tudtunk ö, ebben rögtön dűlőre jutni. Hála Istennek. Milyen jó, mert különben nem lett volna ennyire izgalmas. Nagyon érdekes, hogy úgy alakult, nem volt így tervezve az egész, hogy te a nő vetted át a férfi szerepet, és én a férfi vettem át a női szerepet. És a feszültség, ami föllépett. Az szerintem a témához tartozik. Leképezi a... Leképezi azt, ami a párnál történik. Ezt ha abortuszról van szó, ha egyáltalán gyerekvállalásról van szó, akkor először jönnek a nagy puszik, és utána jön a nagy tépelődés, hogy hát akkor hogy lesz, megengedhetjük-e magunknak, stb. Hogyha egy ilyen helyzetről van szó, hogy egy negyedik gyerekről van szó, akkor ez még élesebben jön ki. Én nekem ez nagyon jó, nagyon jó volt, hogy ez így folyt le köztünk, mert ez bizonyítja azt, vagy ez felhívja a figyelmet arra, hogy ilyen esetben mindig szükség van egy harmadikra. A pár nem tud boldogulni. És ne is boldoguljon, mert te neked, mint férfinek, most a játékban, mást kell képviselni, mint nekem, mint nőnek és kell egy harmadik, aki egy kicsit tolmácsol köztünk. Illetve a, az is előjött, ami szintén nem ritka jelenség, hogyha a, lelkigondozott lelki problémája átmegy, át, átmegy igen, lehet, lehet ezt mondani, a lelki gondozóra. Vagy ha lelki gondozók vannak, hogyha ketten vagyunk, akkor akkor a kettő lelkigondozó közé, között megjelenik. Beszédtéma, ami... érzelmi szinten, indulatok szintjén, ez nagyon érdekes, de többször megfigyeljük. Mi kell. Mi kell. És itt ugyanez jött ki, hogy nem tudunk dönteni mi ketten. Mi a segítséget kérő kvázi nem tud dönteni, vagy nem enged az egyik a másikból. Nem engedek a. Jó, igen. Na most ebből, ami kijön kvintesenciaként, ami tanulságként kijön, egy ilyen párral egy párnak kell leülni. Ha én egyedül ülök le, mindegy, hogy férfi vagy lelkész, vagy lelkész ha egyedül ülök le, akkor fél a dolog. És, és görcsös lesz, mert görcsösen fogok igyekezni a másik nem Érdekeit is képviselni, ami egy biológiai fejenállás hm. lehetetlen. De ez általánosságban is igaz. Ez függetlenül az általánosságban az igaz, De ilyen esetben mondani. nagyon ajánlanánk, ilyen esetben, hogy a párral egy pár üljön. Egy pár üljön le. Hm. És akkor ez a dinamika, ez, ez sokat adhat és a párnak, hogy e, látják, hogy már maga a téma, az nem érintettek is, valami hasonlót, hasonlót vált ki. Én ezt nevezem, én ezt nevezem közös teherhordozásnak. A hát meg leginkább azért, mert alapjának. ez annyira férfi-női téma, okay. tehát nagyon élesen férfi-női téma, a, a nő az, aki ö, hordja ö, a magzatot, és amellett a férfi, aki ugyan nem hagyja, de éppen annyira része ennek a történetnek. Na ez Tehát vannak tipikusan ilyen? Igen? Igen. Ez volt a másik nagyon fontos pont, hogy közben beugrott nekem, hogy a németeknél 30 éve van egyházi terhességi tanácsadó intézmények, dögivel, minden sarkom, minden sarkom van. Máig nem értünk el odáig, hogy az abszolút természetes lenne, hogy kettentessenek jönni. Hm. Hanem 85%-ba a nő jön, és ez nem a nő problémája. Nem privatizálhatja, vagy nem lehet a nyakába, nyakába varni. Hogy aztán a kettővel hogy lehet bánni, azt nem tudom. De mi lenne, ha most megnéznénk a lelkész oldalát? Igen, hiszen itt ugye, a kiinduló pont az volt, hogy volt egy téma, ami, aminek szerintem egyébként is van egy óriási gravitációs vonzereje, tehát elhangzik a szó, és akkor minden mást igazából félre söprünk, ahogy a lány is félre söpört mindent ugye a történetben, és innentől kezdve ez volt a fókusza a témának. Tehát a téma eleve is erős, de, hogyha hátteret ismerjük, a lelkész hátterét ismerjük, akkor őt személyesen is erősen érinti ez a téma. Tehát, hogy ott van egy személyes ok is arra, hogy ez kibillentett, ami tanulságos lehet akkor, amikor hozzánk hoznak ilyen témát, nem csak ezt, hanem bármelyik másikat. És akkor ebben a helyzetben ő maga megy szupervízióra, ami eleve egy jó döntés, ha jól sejtem egy ilyen helyzetben, hogy volt egy kizökkentés, kibillenés, akkor én magam is segítséget kérek. És amit a Monika az előbb mondott, hogy egy párhuzam itt is megjelenik, a nő nem maradjon egyedül az abortusz problémával, a lelki gondozó nem maradjon egyedül ezzel a lelki gondozással, hanem hozzon magának segítséget, és ö, ö, picit játszhatjuk most tovább úgy, hogy én vagyok a lelkész, jövök egy konzulens kollega nőhöz, és tudatosan azt választom, ebben az esetben, hogy inkább egy kollega nőt fogok keresni, mert e, akkor mind a két oldal képviselve van. És hogyha odáig, ha, ha beszállsz, akkor hogy ott vagyunk, hogy én hogy már elmondtam az esetet, hogy miről volt szó, amit Péter az elején is ismertetett, és most az van, hogy azt mondom, hogy én egyszerűen nem ismerek magamra. Én nem tudom, hogy miért ő foglalkoztat annyira, hogy állandóan az eszembe jár ez az eset, a, a nő, a gyerekei, a, a férje, állandóan a fejembe jár, és pörgök egy helybe, nem jutok tovább. Én nem tudom, hogy mi van velem. Hm. Hogy érzed magad? É, összezavarodva pörögve, és ugyanakkor valami, valamint hihetetlenül ö, ö, piszkál, hogy tovább jussak. Hogy valahogy ebből a helyzetből kikerüljek, valahogy, hogy egy kicsit, ö, kicsit olyan, olyan ö, ablaktörlő legyen az egész történet, hogy lássam, hogy mi, mi, mi történik, mi bekerülhettem. Az eseten kívülre szeretnél helyezkedni? Úgy érzed, hogy úgy, úgy benne vagy, hogy nem látod, mi történik? Mind, minden. Biztos vagyok benne, hogy ez nem csak az eset, hanem ez ennek, ennek hozzám is köze van az, az én esetemhez, csak nem tudom, hogy milyen esetemhez. Igen, tehát lehet, hogy rá kellene látni a saját helyzetedre, legfőképpen, minden. nem magára az esetre, hanem nem, a, most, a, te hogy vagy nem, ebbe a pontosan, helyzetbe benne? Pontosan, hogy hogy vagyok én egyáltalán ezzel az, az egész abortusz témával. És ez a téma az, ami különösen öm, így bepörget, ahogy mondtad, hogy pöröksz. Gondolom. Gondolom pillanatnyilag. Valamiért nagyon érint az abortusz kérdéskör? Vennélés, valaminek, valaminek lennie kell, ahol én nem tudok, nincs konkrét emléke, emlékem rá, de valahol érintett vagyok, mert ő érzelmileg nem reagálnék ennyire uh, feldúltan. Erre. Tehát akkor van egy sejtésed arról, hogy érintett. Mi, legalább, sejt, valamilyen legalább sejtésem. Nagyon nagyon úgy képzem, hogy igenis van érintettségem, csak nem tudom pontosan, hogy mi abba kéne egy kis segítség, hogy itt valahogy tisztázódjon, hogy én hol is állok. Családi történetekből nem tudsz erről valamit? Tehát arról, hogy az abortusz valahogy valakinél megjelent volna? Akár csak mint mérlegelés tárgya. Hát most volt egy eset, a hugom, hugomnál volt egy abortus történet, de most, hogy mondod, hogy megjelentem, most érdekes, most jut eszembe. Eddig nem jutott eszembe, hogy én első gyereknek születtem, de úgy, hogy tulajdonképpen második gyerek vagyok, mert előttem az, előttem az anyámnak volt egy vetélése. Hogy az nem abortusz, de hogy ez összefügg -e, első gyermek vagy vagy második gyermek vagy? Ez a jó kérdés. még arra is, az is, arra is gondoltam gyerekkoromban, hogy ha nincs az a vetélés, akkor én nem jövök világra, mert akkor én lettem volna az első gyerek, az anyámnak, Akit akivel, nem akarnak. aki, aki nem akarnak, vagy aki, akivel elvetélt. Tehát, hogy én, hülyén hangzik, tehát egy gyerek így, gondol, így, gondolkozik, amikor ez valahogy kiugrott annak idején, hogy én tulajdonképpen ennek az elvetél gyereknek köszönhetem az életemet. Teljesen őrültség ez? Ha ez a, a te megélésed, ez a belső élményed, akkor ez a te valóságod, miért lenne őrültség? Furcsa, furcsa dolog. Tehát, tulajdonképpen, ha jól értettem, a vet, elvetélt, elvetélés volt, elvetélt bátyád, nővéred, azt tudod? Azt sem tudom. Azt sem tudod. Elvetélt idősebb testvérednek köszönöd egyrészt, neki köszönöd a az, hogy te most élsz. Most, hogy beszélünk róla, kicsit jobban szembe jutnak a dolgok, mert nem foglalkoztam vele, úgy látszik, nem, nem olyan témák voltak ezek, amivel az ember szívesen foglalkozik, hogy az anyámnak volt még aztán, miután Hugo megszületett, még egy vetélése, és akkor már elég olyan korba voltunk, hogy egy kicsit fölfogtuk hogy miről van szó, és hogy milyen iszonyatos tragédia, fájdalom volt neki, és ki is mutatta, mondta, mondta is, az, hogy elveszte gyereket. Tehát nekem egy gyerek elvesztése, az valami egészen, egészen borzasztó tragédia. Ez egy gyász. Volt, vagy talán most is. Egy ez, egy, dolog. ez egy gyászos dolog. Ez egy gyászos dolog volt. Ez egy komoly gyász volt, eh, amiben minket nem voltak be. Tehát mi tudtuk, a gom meg én, mi tudtuk. Mindenki tudja, hogy tudja, de senki nem beszél róla. Illetve is azt a is láttuk, hogy, a, hogy az anyánk gyászba van, és kétségbeesve, és egy évig nem lehetett használni igazán anyaként, mm. és mindenki őrá koncentrált. És az, hogy nekünk egyáltalán, hogy, hogy, hogy merjünk arra gondolni, hogy ez nekünk is jelent valamit mert egy testvére kevesebb lesz. Hát ez elő se került az egész színpadon. Egyébként te mit mondanál az anyádnak, hogy mit mondjon annak a kisfiúnak, aki te voltál, vagy a testvérei, testvérednek, mindkettőtöknek? De sírjunk együtt. Amikor sír és mondja, hogy milyen, ö, milyen rossz lesz, hogy most már két hónapos lenne, vagy most kezdene... Ö, mászni a gyerek, hogy, és akkor ő sír, akkor vegyen oda is. Sírja, és én is sírhassak vele. Vegyen oda. Vegyen be, a, adja meg nekem is a gyász lehetőséget. Vegyen oda, és öleljen meg. Vegyen oda, és öleljen meg. Igen. Nekem úgy tűnik, hogy külön sírt mindenki, fontosan, vagy ő fontosan. különti meg valamit, fontosan, csináltatok, gondolkodtatok. Fontosan, fontosan és hogy öleljen meg. Pontosan. Tehát, hogy az a vetélés, ami egyébként pont az ellenkezője az abortusznak, mert itt éppen az van, hogy nagyon is meg akart, a gyereket akart, csak a kimenetele volt ugyanaz, mint egy abortusznál, hogy ez a vetélés, ez így utólag annyira családi eseményként vagy családi tragédiaként jelenik meg. Hogyha így visszagondolok, hogy ez kellett volna, hogy én is ott ö, úgy sírhassak vele, és tudatosulhasson bennem, hogy én, én meg elvesztettem egy kis testvért. Akkor ezt már most tudatosul most, benned, most, hogy a, most, a mostani eseteddel pontosan, pontosan. félő, hogy te abból a egy oldalon abból a pozícióból fogsz reagálni, aki, akinek ez egy elképzelhetetlen fájdalom, egy gyász. Pontosan. És hihetetlen érdekes, hogy az, az, hogy meséli az ő történetét, ezt mondtam, és a lány hallja a beszélgetésüket, hogy arra is gondolnak, hogy megszakítják a terhességet, a férjével arra is gondolnak. És még az öcsének is elmondja, aztán a, a lány ezt, és nem vonják be őket. Nincs, nincs helye a két gyereknek eddig, majd meglátjuk, hogy hogy megy tovább az egész lelki gondozás, eddig nincs helye a két, két gyereknek. gyereknek ebben a, ebben a történésben. Milyen érdekes, hogy azt hisszük, hogy kiméljük a gyermekeket azzal, az, azzal, hogy valamit nem mondunk el, és milyen nehéz terheket rakunk rájuk azáltal, hogy nem beszélünk arról, Böntőség. amiről mindenki tud. Kilépve ebből a szupervizori lelkészi szerepből, most a lelki, lelkész lelkigondozónak, akit éppen te formáltál, Világossá válik, hogy milyen érintettsége van a témával kapcsolatban, és hogy hogyan fogja ez befolyásolni a lelki gondozottal való beszélgetését. Vagy hogyan vigyáz arra, hogy ne egy oldalúan befolyásolja, tehát hogy a gyász oldalára, hogy ez ilyen szóba se jöhet, mert bennem is saját biográfiámon keresztül ez egy fe, szinte feldolgozatlan. Uh -huh. érintettség. Ez egy, nagy, egy nagyon nagy lépés, mert ami hirtelen beugrik a lelkésznél, hogy ha akarja, ha nem, ő természetből adódóan, családbiográfiából adódóan nem tud mást, mint a másik oldalon állni. Tehát ha valami borzalmat el tud képzelni, akkor az egy gyerek elveszt, egy gyerek meg nem születése. Hogy abortusz vagy vetélés, végeredményben mindegy, a, a tény az marad, hogy egy veszteség, és az borzalmas, mert látta az anyját, stb. Hát igen, csak az a kérdés, ugye, hogy hogyan hogyan vezessen úgy egy ilyen esetet, egy ilyen beszélgetést, hogy meglegyen abba az értelembe vett neutralitás, mi szerint bár befolyásolja a lelki gondozott döntését, de nem veheti át a döntését. Tehát, hogy nem helyezkedhetsz egy oldalon arra az oldalra, mi szerint te mondod azt, hogy már pedig ezt meg kell tartani, és ezt képzelni. Tehát én itt csak fel akarom villantani a, a Veszélyét vagy nehézségét annak a kiegyensúlyozottságnak, ami, ami szükséges. Másik viszont van egy nagyon előnyös ebben a történetben a, a lelkigondozás folyamatára nézve, mi szerint azt is nagyon jól fogod érzékelni, amit talán az, az édesanyja még nem, hogy a gyerekekkel, a saját gyermekeivel mennyire fontos erről valamiképpen beszélni hogy ne ott a levegőbe lógjon kimondatlanul. Mindenki tudja, de egymással ez nem már beszélnek. Egy, ez erre. már egy következő lépés. De nem egy elhanyagolható, ez mert hogy a lelkészünk fontos. felnőtt korában beszámol arról nagyon még fontos. mindig. Hogy... Most a gondozásban arról beszélünk, még terápiában arról beszélünk, hogy a segítő legyen kongruens. Azt mondják, új magyarul azt mondják, hogy hiteles. itt Már minden hiteles. Kamatosan hiteles valószínű. A hitelesség itt azt jelenti, hogy eleve adott. Ha a lelkész megtalálja a módját annak, hogy megfelelő mértékben, de kifejezze, hogy tudja miről van szó. Másik oldalról tudja, de tudja, hogy micsoda súlyú és milyen rákszerű nehézség az, ami most erre a családra kiterjed. Mert ezt tudja saját tapasztalatból. Hasonlót élt át, mint a gyerekek élnek át, látott egy anyát, aki hasonló helyzetben volt, mint most, a, most az asszony, és őnek is megvan a személyes tapasztalata, mert azért nem mehetett ösztöndíjra az egyetemen, mert jött a gyerek, és nem hagyta egyedül a feleségét már vele. Tehát a hitelességét, az együttérző képességét az adja meg, hogy ugyan másként, de valami nagyon hasonlót ért át. Mi múlik az, hogy ez előny és erősség lesz, és nem egy akadályozó tényező? Nagyon vékonynak érzem itt a pengét, hogy most melyik. Ugyanúgy vékony, mint amikor arról beszélünk általában is, hogy én képviselek, az múltkori adásban beszéltünk róla érintőlegesen, képviselek szükségszerűen egy értékrendet, egy értékhierarchiát, egy, van egy hitbeli személyes meggyőződésem, és ennek meg is kell jelennie a lelki gondozói munkában úgy, hogy egyszer minden legyek elutasító, elítélő azzal szemben, aki nem azt képviseli, amit én, vagy nem úgy képviseli, amit én. Tehát, hogy ezt nagyon analógnak látom, nagyon párhuzamos a két eset, hogy, hogy itt most egy személyes érintettség van, és legyek hiteles, tehát, hogy jelenhessen meg ez a személyes érintettség, nem arról szól el kell, hogy mesélje, de hogy, hogy ez, ez úgy, le, úgy, ezzel vagyok én kongruens ebben a szituációban, minden, ne akadályozza ez a pozíció. Szerintem én úgy képzelem el, hogy van ez a szerepem, van ez a. Nem szerep, ez, ez egy pozíció, legyen egy pozíció, hogy én vagyok az, akinek a testvére elvetélt előttem, mielőtt én megszülettem volna, én vagyok ugyanakkor egy lelkigondozó lelkész, és hogy, hogy hogyan tudok én egy konkrét beszélgetésben átülni egyik székemből a másikba mert mindegyik szék ott van, és nem megijedni kell attól, hogy több szék van. Attól sem, hogy kiesek a lelki gondozói szerepemből egy beszélgetés során, hanem amikor szükséges, akkor én, én döntöm el, hogy ebbe vagy abba vagy amabba a székbe ülök. Bocsánat, lehet, hogy ez így kevéssé érthető. Mondom, ettől az esettől elvonatkoztatottan a amikor egy lelki gondozói beszélgetésről van szó, és én, mint professzionális lelki gondozó veszek ebben részt, ez egyrészt igaz, de én egy személy vagyok, akinek több szerepe van, és az egyik most itt a lelki gondozói szerep. És persze ebben a szituációban ez kerül előtérben, de attól, hogy háttérben, attól még ott van az, hogy vagyok valakinek a lánya, valakinek a felesége, valakinek a gyermeke, meg vagyok oktató, meg ő, stb. És előfordul, hogy mondjuk a lelkigondozói szerepemből nem tudok reagálni. Ilyenkor lebénul, lefagy, úgy érzi az ember, hogy jaj, mi, mi fog történni, nem tudok mit, mit kezdeni ezzel a szituációval. Miközben, ha belegondolok, hogy fú, hát, hogyha valakinek a lánya, tehát egy lány, lánya szerepből viszont tudnék rá reagálni, akkor én miért is ne tehetném meg azt gondolatban, hogy átülök a lánya vagyok valakinek szerepbe székbe, és úgy reagálok. Nem azt jelenti, hogy ebbe kell maradni, hanem arról van szó, hogy adott esetben az a, az a perspektíva adhat egy indítását egy a beszélgetésnek. -e. Ez nagyon ö, ö, hozzáillik, amit most mondasz, az előző beszélgetéshez és ehhez. Az előző beszélgetés eleje az érzelmi, érzelmi káosz volt legalábbis az én részemről. A témához kapcsolódva is, most maradok ennél a lelkész képnél, és ennél a lelkész biográfiánál, amit felvázoltunk, úgy nem mehetek bele egy lelki gondozásba. Egy olyan káosszal, egy olyan érzelmi káosszal. Most közbevettünk itt egy konzultációt, ha úgy tetszik, akkor nem az, az első fellépésem nem az asszonynál történik, hanem itt történt, és egy kicsit rendezhettem magamba, hogy ki vagyok és hol állok ebbe az egészbe. És ennek az lesz az előnye, hogy ha most leülök velük, akkor fogom tudni képviselni a hasonlóságokat, anélkül, hogy belevesznék. Illetve azzal, hogy ez eljön ebben a, ebbe a nevezük szupervizori beszélgetésbe. Ugye azzal kezdődött, hogy olyan forogsz és szédülsz ebbe a kavalkádba. Tulajdonképpen az történt, hogy miután rávilágított az ő saját biográfiai érintettségére, hogy azzal úgy kihelyezi ezt magából, ami, ami előtte volt, az az, hogy valami engem körülvesz és az kezelhetetlen, az beborít, ha képet társítok hozzá, vagy automatikusan is az jelenik meg, hogy úgy-úgy nem látom, hogy merre vagyok előre. De miután ezt én kihelyeztem azzal, hogy tudatosult, felidéztem, az, már egy távolságot idézelő köztem és közte, és ami távol van, nem elborít, az, az úgy behatárolható, vagy legalábbis, hát ha nem is biztos, hogy behatárolható, de egy ilyen terápiás távolságtartás távolsághatás hatás kialakul, és hát vélhetően még kezelhetőbb is. Nekem képek, érdekes módon ezt csak megosztom, hogy folyamatosan képek jelentek meg, ahogy mesélted a történetet, arra vonatkozóan, hogy tényleg egy, úgy, úgy láttam a lelkészt, mint aki egy centrifugaszerű valaminek a közepén van, és körülötte ugye kering össze-vissza minden, és szédülését nem tudja, hogy mi van. Miután elmesélted, akkor, akkor én láttam a lelkészt, és mellette egy különálló helyen, egy széken, egy fotelban, azt a történetet, akár azt a kisfiút, aki megtudja, hogy az édesanyja az ő bátyját, nővérét, nem is tudjuk kit, elveszítette. Mm -hmm. Tehát az egész egy másik színpadon kezdett el játszódni, és itt már ez a lelkész számomra egy nem ebbe a kaotikus összebiztoságba szédült, hanem nézte az ő filmjét, az ő történetét. Most ettől ez a történet ott van, ettől ez a történet hat rá, természetesen, de a kérdés az az, hogy kezelhető e Ugye szószoros értelműen, ami távolabb van tőlem, vagy ami nem elborít, és még formális van, az vehető, kezelhető. Egy kicsit játék a szavakkal, de számomra kifejező. Nagyon tudom tudom követni, a következő történik, a, a kaotikus zavarodottságból, érzelmi káoszból lesz egy szomorúság. Megnevezhető, hogy ezért, meg ezért, meg ezért. És ezzel a szomorúsággal megy be a lelkész a következő beszélgetésben az asszonynal. És én nekem, majd te megmondod, hogy mennyire elfogadható, nekem ez a válasz az Isten kérdésre, hogy az Isten reprezentáció itt az együtt szenvedésbe jelenik meg. Tehát egy olyan Isten jelenik meg, aki a keresztre is elmegy, és még meg is hal, és száll alá pokrokra, és megjárja a még földi mindennapi poklainkat, és aki jelentkezik, hogy ott vagyok én is, a képviselőm által, a reprezentásom által. Tehát akkor a lelkésznek itt már nem az lesz az elsődleges feladata, hogy most megmondja a tutit, hanem az, hogy hittel, hide, mivel hisz abban, hogy van egy ember szerető Isten, ő, ő segít vállalni a szenvedést abban a reménybe, hogy abból majd meg lesz Isten akarata. A feltámadás. A feltámadás. Jó, most, hogy a következő részben nézzük meg, hogy ez hogyan történik meg a gyakorlatban. Okay. Jó. Hogyan, hogyan viszi át Én ezt biztosan. a rendezettséget, mert hogy most így, hogy erről meséltetek, az ugrott be, hogy jó lenne ugyanezt a centrifugából való rendeződést letükrözve látni, amit tovább tudna adni pozitívan ezt a, az édesanyának és a, az édesapának is. Na jó, jó. Nézzük meg legközelebb ezt. ugye mennyire, csináljuk mindjárt, mert elfelejtsük.